Az Óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör valamennyi szakosztályának 240 fellépőjével tartották meg hétfőn este az intézmény hagyományos évzáró műsorát Karácsony köszöntő címmel, amit idén is az óriási létszám miatt két időpontban 17 és 19 órától nézhetett meg az óbecsei közönség. 240 fellépőnk van, ezért kénytelenek vagyunk két identikus műsort adni 5 órakor és 7 órakor, viszont még így a 600 férőhely is kicsit kevésnek bizonyul, így is vannak olyanok, akik majd kívülről nézik a műsort. A dupla előadáson a 600 ülőhelyet biztosító nézőtér zsúfolásig megtelt, és a közönséget ünnepi beszéddel főtisztelendő Pósa László atya köszöntötte. Majd bemutatkozott a modern tánccsoport 5 korosztálya, Gál Noémi és Horváth Sárkány Krisztina vezetésével. A dúdoló és a szelenceinek együttesek Kis Imre Szerda Anna csoportvezető irányításával, illetve a Szerda András által irányított Botra férfi kórus. A legtömegesebbek a néptánc és népdal csoport tagjai voltak, akik Cseszák Korcsik Anikó és Cseszák Balázs vezetésével és a Fokos zenekar kíséretében mutatták be szerkesztett műsoraikat. Fellépett a Kenderkóc, a Kópé, a Csibész, a Kisbekercs, a Kis Cimbora, a Petrence és a Csicsóka tánccsoport, valamint a Csincsele, a Pendej, a Csintekerintő, a Csicsörke és a Kis Csörögi énekcsoport. Mi a népi táncosokkal kettő blokkot készítettünk az idén is. Két 20 perces műsorba mutatkoznak be a gyermek, illetve az ifjúsági tánccsoportok. Az idén egy kicsit visszatérőbe van a normális kerékvágás. Úgy értem, hogy voltak föllépéseink is ugye a leállás óta, és elég jó visszarázódtunk. A szakosztályok működnek, ahogy régebben is, illetve hát azóta újabb tagok is jelentkeztek, bővült a létszám, aminek nagyon örülünk, hiszen attól féltünk mindannyian, hogy majd ez a megállás megmutatkozik a csoportok munkájába is. Szerencsére ez nem így volt, sikerült visszarázódnunk, és hát ha mondhatjuk, akkor még nagyobb erőbedobással visszatértünk, és úgy álltunk hozzá a munkához, hogy az eredményeket azokat hozzuk az idejébe is. A karácsony köszöntő műsorra lelkesen készültek kicsik és nagyok egyaránt, és izgatottan várták a szereplést a nagy közönség előtt, mondta Gál Noémi, a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör tánctanára, aki szeptember óta vezeti modern tánccsoportjait, a 7-8 évesek és a 10-12 évesek tánccsoportját. Hozzátéve, hogy nagy terveik vannak a jövő évre is. Nagyon ügyesek, sokszor táncoltak már, úgyhogy ebben nem lesz gond 300 néző előtt, és nagyon várjuk, hogy fog sikerülni, ők is nagyon izgulnak. Elején még furcsa volt nagyon, hogy ilyen fiatal vagyok, és az én kis táncosaim is fiatalok hozzám képest. Én próbálok baráti szinten hozzájuk viszonyulni, ez néha meg is van, néha nem nagyon hallgatnak rám, de a többségben igen, és én nagyon örülök nekik, hogy a Krisztina fölkért erre, hogy én tánctanárkodjak. Nagyon szeretem a kicsiket, ők is szerintem szeretnek engem. Nagyon ügyesek, sok mindent tanultak ez a 4-5 hónap alatt, és várjuk nagyon a jövő évet, hisz majd versenyekre is fognak menni, és a táncot is majd bemutatjuk az évzáró műsoron. A rendezvény a Betlen Gábor Alapkezelő ZRT, a Csóri Sándor Alap és az Óbecsei Önkormányzat támogatásával valósult meg.